Sziasztok! Bakró Nagy Györgynek hívnak. A Pannon Filharmonikusoknál dolgozok. Pannon Filharmonikus egy szimfonikus zenekar. Legtöbben Aladinak szólítanak a beceneveven, vagy Al Alinak. Én tubázom, tuba művész vagyok, ezeken a nagy hangszereken játszom. Először is kezdjük a legelejéről. Biztosan nagyon-nagyon sokan ismeritek a trombitát. Másik hangszerünk a tenorkürt, vagy baritonkürt, és a tuba is, tehát ezek mind részfúvós hangszerek. Csak egy picit szeretném áttekinteni a hangszereket csak azért, hogy jobban be tudjátok tájolni, hogy hol is helyezkedik el a tuban részfúvosok nagy családjában. A trombita az egy magas hangú részfúvós hangszer. A, általában dallamokat játszik a zenekarokban, fúvó zenekarokban, szimfonikus zenekarokban, de akár szólóban is, egy-két könnyű zenei produkcióban is biztos, hogy halljátok a trombita hangját. Meg is fújom nektek, jó? Egy kis ismerős dallam. Tehát ő volt a trombita, nagy testvére a tenorkürt, vagy baritonkürt, Látjátok, sokkal nagyobb a hangszertest. Lehet következtetni ebből, hogy mélyebb a hangja. A részfúvós hangszerek ugye úgy működnek, hogy egy rezgést képzünk, és a rezgést összegyűjti ez a kis tölcsér, amit fúvókának hívunk, továbbítja a hangszertestbe, a hangszertest pedig a csőhoztól függően kialakítja a hangszern hangszernek az egyedi sajátos hangját. Emlékeztek, a trombitának magas-vékony hangja van, a tenorkőtnek ebben szemben már egy picit sötétebb, kicsit mélyebb hangja van. És ugyanez a dallam, ezen így szól. Tehát ő volt a Tenorkürt vagy Baritonkürt. Jó, és elérkeztünk a tubához. A tuba a részfúvósoknak a leges legnagyobb ő, hangszere. Még egy kis gyors kitekintés a többi hangszerre. Biztos láttatok már ő, hangszereket, vannak fafúvós hangszerek a fúvósokon belül, vannak vonós hangszerek ütős hangszerek, billentyűs hangszerek, és lényegében minden egyes hangszer családnál, a vonósoknál is megvannak azok a hangszerek, amik magas hangot adnak ki, jellemzően dallamot játszanak, vannak kicsit mélyebben szóló hangszerek, és vannak a basszust, a legmélyebb hangokat játszó hangszerek, például a vonósoknál ilyen a nagybőgő. A fafúvósoknál ilyen például a basszus clarinét, vagy a fagott, amit a TV maci a zenéjéből esetleg még ismertek. A részfóvosoknál ez a hangszer pedig a tuba. A tubának jellemzően még mélyebb hangja van, mint a tenorkürtnek, sokkal teltebb, talán egy kicsit olyan puhább, lágyabb, egyesek szokták mackósnak is nevezni, tulajdonképpen akár még ez is lehet. Megfújom most a tubát. tubával egészen ö, extrém mélységű hangokat is meg lehet szólaltatni, hogyha magatok elé képzelitek egy zongorát, és annak a bal oldalát, ö, a klaviatúrának a billentyűzetnek a bal oldalát elképzelitek, ott a legesleg mélyebb hang az ez. Amit tubával is ki lehet fújni. De egy picit még lehet mélyebbre is menni. már elég sok levegő kell. Tehát most akkor nagyjából megismerkedtünk a részfúvósokkal, persze ezen kívül van még a részfúvós hangszer családban vadászkürt, a hangfekvése az igazából középen helyezkedik el, trombita alatt egy picivel, akkor van a harsona. Harsona és részfúvós hangszer, lényegében mindegyik részvúvos hangszer azonos elven működik, ezt mindjárt meg is fogom mutatni nektek. A harsona ö, annyiban különbözik a billentyűs, részfúvos hangszerektől, hogy a tolókával ö, változtatjuk a csőhozt. És itt jön a kulcs a csőhoznak a, a változtatása. Tehát képzeljünk el egy hangot, amit én belefújok a tubába. Mondjuk ez egy alaphang, vagy egy mélyebb. Igen, ez az alaphang. Ez az F-tubának az F alaphangja. És megnézzétek ezeket a kis billentyűket. Ezek a billentyűk mindig egy picit meghosszítják ezt az alapcsőhoz. Tehát hogyha lenyomom ezt a billentyűt, akkor ez a kis pici csőszakasz bekapcsolódik az egész nagy csőhozba. Hogyha lenyomom ezt a billentyűt, akkor már ez a kicsit hosszabb csőszakasz kapcsolódik bele, ezt is lenyomhatom, akkor ez a még hosszabb, és végül a leghosszabb a negyedik billentyű. Ezt mindjárt meg is fogom mutatni. Tehát biztos hallottátok, hogy ö, ugyanazt a hangot fújtam, mégis ahogy bekapcsoltam ezeket az eltérő hosszúságú csőszakaszokat, mindig megváltozott a hangnak ö, a mélysége. Tehát egyre mélyebbre mentünk. És akkor itt térek ki arra, hogy ö, a részfúvós hangszereket ö, azt nem lehet csak úgy megfújni, hogy levegőt fújunk a hangszerbe. Tehát, mi történik akkor, hogyha levegőt fújok a hangszerbe? Hát tulajdonképpen semmi. Tehát ezt a levegőnek a hangját, amit én belefújok, ezt erősíti fel a hang töltsére. A részfúvós hangszereket úgy tudjuk megszólaltatni, hogy rezgést keltünk. Tulajdonképpen minden egyes hangnak az alapja a rezgés. A vonós hangszereknél a, a vonó megrezgeti a húrt, ezáltal keletkezik hang fafúvós hangszereknél jellemzően egy nádat rezget meg a, a játékos, és ezt a nádnak a rezgését erősíti fel a hangszertest, és ebből keletkezik a hangszer hangja. A részfúvósoknál a rezgést mi magunk keltjük a szánkkal. A szánkban nagyon-nagyon sok izom helyezkedik el mindenféle irányban, így köz, közép irányba, akkor van egy körkörös izom, és a szánk nagyon-nagyon-nagyon sokféle mozgásra alkalmas. És ahogy én kifújom a levegőt, a két ajkam, a főső és az alsó ajkam között távozó levegőt rezgésre bírom. Vagyis tehát ez a levegő megrezgeti az alsó és a felső ajkamat, egy nagyon picit meg kell hát talán feszíteni, lehet, hogy nem is ez a legjobb szó rá, egy-egy picit rugalmasan, de azért meg kell feszíteni a szánkat. Mondjuk, mintha egy M betűt és egy P betűt képzelnétek el magatok elé. Vagy pedig, amikor a vasárnapi ebédnél fújjátok a meleg levest. Tehát a kulcs, hogy egy pici kis lyuknak, egy lehetőség szerint O alakú, kör alakú lyuknak kell lenni a két ajkotok között, amit utána egy picit megfeszítetek, és meg fog születni a rezgés. Ezt mindjárt megmutatom. Megmutatom még egyszer. Ezt nyugodtan próbáljátok ki ti is. Jó, addig várok egy kicsit. Jó, hát még gyerekkorotokból biztosan emlékeztek, amikor autóval játszottatok, talán a lányok is játszottak autóval, és brümögtek hozzá, hogy azért mégis annak az autónak legyen egy kis hangja. Lényegében valószínűleg akaratlanul, tudattalanul is ezt csináltátok. Tehát, ugye van egy rezgésünk. A fúvóka tulajdonképpen tölcsér, ez, ezt a rezgést hivatott összegyűjteni. Ugye fúvókának ez a pereme, ez a kör, ö, külső pereme, és ö, ez a perem szépen ráilleszkedik a játékosnak a szájára, mm. és ezeket a rezgéseket összegyűjti. Tehát. És biztos hallottátok, hogy megváltozott a hangja egy kicsit. ezt az összegyűjtött rezgést, ugye ez úgy van kialakítva, hogy kúposan szépen belemegy a hangszernek a befúvó és ezt a rezgést továbbítja a hangszernek. Most összerakjuk ezt a rezgést, fúvókát és a hangszert. És teljesen más hangja lett. Még egyszer megmutatom. attól lesz a tubának tuba hangja, hogy ő neki megvan a megfelelő hosszúságú cső hossza. Megmutatom ugyanezt a trombitával is, és esetleg a tenorkürtel is. Tehát itt is ugyanígy működik a dolog. Rezgés. És itt is halljátok, hogy nagyon-nagyon más a hangja a rezgésnek. És teljesen más lett a hangja attól, hogy a rezgés keresztül alatt a trombitán. Tenor is. Tehát itt is ugyanaz rezgés, fúvóka, hangszer. változik ez a rezgésnek a hangja tenorkürt hangja lesz. Jó. Akkor egy kis érdekesség a hangszerről. A hangszereknek nagyjából elmondom a részeit. Fúvóka, befúvócső. Itt van ez a ventil szerkezet. Ezt Hát az 1800-as években, vagy talán még korábban is már kísérleteztek vele. Ez a szerkezet arra szolgál, mint mondtam az elején, hogy ezeket a különböző hosszúságú csöveket bekapcsolja a rendszerbe. Igazából ebben nem is nagyon akarnának titeket untatni, hogyha majd esetleg hangszer közelébe kerültök, akkor majd alaposan szemügyre tudjátok venni. És ugye mindegyik cső az úgy működik, hogy ezeket a, ezeket a kis csövecskéket ki lehet a hangszertestből húzni. Ez arra való, hogy a hangszert ugye általában többen játszunk együtt, a hangszereken, és muszáj egy picit egymáshoz igazítani a hangmagasságot illetően. És ez a kis szerkezet ez arra hivatott, hogy egy nagyon-nagyon pici mértékben, minimális mértékben de változtatja a hangszernek a cső hosszát, és ezáltal lehet hangolni a hangszert. És egyébként minden egyes ö, csövet ö, ki lehet húzni. Ez igazából ö, látjátok, ezt a csövet is ki lehet húzni. És ö, ezek igazából ö, arra valók, hogy szintén az adott kis csőszakaszokat be tudjuk pontosan hangolni, megfelelő csőhosszúságot beállítani, és természetesen tisztításra is alkalmasak ezek a, ezek a kis csövecskék, hogyha leveszük innen őket. Még egy kis érdekesség, amit általában mindig szoktak mondani, hogy hát ez bizony tele van nyállal, de igazából ez nem teljesen igaz, mivel a részfúvós hangszerek, Ugye úgy működnek, hogy levegőt fújunk bele, és a, az általunk kilélegzett levegő az ö, olyan hőmérsékletű, amilyen a mi testhőmérsékletünk, tehát 36-37 fok, és teli van párával. Ezt biztos ö, láttátok már, hogy a télen vagy hidegebb időben kimentek otthonról, és ö, az első, amit megláttok, hogy a kilélegzett levegő az ö, az, az, tehát gőz, gőzzé válik, tehát le lehet látni az embernek a leheletét. Tehát ennek a leheletnek a páratartalma, a víztartalma az ö, ezen a hideg réz felületen a belsejében kicsapódik ezeknek a csöveknek, és a csövek aljába összegyűlik, és ezen a kis vízkiürítő billentyűn távozik a pára. És amiről még nem ejtettem szót, ugye mondtam, hogy részfúvós hangszerekről van szó. A részfúvós hangszerek, mivel a nevükben is benne van, részből vagy részötvözetből készülnek, és mindig meg szokták kérdezni, hogy hát ezek milyen szép fényesek, ezek biztos aranyból vannak, Hát az az igazság, hogy nagyon-nagyon szép lenne, de ezek nem aranyból vannak. A réz, biztos találkoztatok rézzel kilincs, kis fogantyú, akár a templomok tetején részborítású, akár itt a Pécsi Székesegyháznak a tetején is részborítású a tető. Bizony az nem ilyen szép fényes és nem ilyen csillogó. Ez azért van, mert a réz a levegővel kapcsolatban kapcsolatba lépve ö, oxidálódik. Ezáltal elszíneződik, bemattul, Mindenféle színeket felvesz. Például itt meg tudom mutatni ezen a hangszeren, ez egy nagyon-nagyon régi hangszer. Ez a hangszer nincs lekezelve, felületkezelve, ezáltal ő sajnos bemattul. Tehát elveszti ezt a gyönyörű, szép fényes csillogását, tehát ő már elkezdett egy picit korodálódni. Tehát ez a hangszer pedig azért ilyen szép fényes, mert a hála a hangszerkészítő mesterek nagy tudásának bevonják őket egy lehelet vékony lak réteggel, ami megakadályozza, hogy a levegővel reakcióba lépve elkezdjenek így korodálódni. Tehát ezért ilyen fényesek ezek a részfúvós hangszerek. Tehát akkor tudjátok, hogy Ugye a levegőt kell belefújni a hangszerbe, de nem is egész egyszerűen csak sima levegőt, hanem meg kell rezgetni a, az ajkunkat, és ezáltal a rezgés, amit összegyűjt a fúvóka, és továbbít a hangszer testbe, ezáltal alakul ki a részfúvós hangszereknek a jellemző hangja. Ugye a tubának tuba hangja, a trombitának trombita hangja, stb. stb. A tubáknak alapvetően egy pár fajtája van, ez a hangolástól függ, az, ami a kezemben van, itt ezen az állványon, ez az F tuba. Az F tubának F az alaphangja, ebbe inkább most nem menjünk bele, hogy mi az az F hang, aki esetleg majd tanul zenét, ő, tudni fogja. F hang, megfújom. Most felveszem a B tubát. A B tubának egy pár hanggal lejjebb van az alaphangja, ennek az alaphangja a nevében is benne van a B. De biztos halljátok, hogy sokkal-sokkal mélyebb ez a hang, és nem is csak, hogy mélyebb, hanem talán kicsit testesebb is. A B-Tubának egy picivel vastagabbak a, a csövecskéi, ez is ugyanúgy épül fel, mint az összes ö, többi részvós hangszer, mint az f tuba is. Ventészerkezet, különböző csőhosszúságok, amik ugye bekapcsolhatunk, és ennek egy picit mélyebb hangja van. És ezzel is lehet ugyanazokat a szép mély hangokat játszani, mint az f tubával Hát ez bizony elég sok levegőt igényel. Azt még el kell, hogy mondjam, hogy minél nagyobb hangszert veszünk a kezünkbe, annál több levegőt igényel. Tehát ebben a B-tubában, mivel sokkal vastagabb a cső, az egész csőrendszer, nagyobb a fúvóka is valamivel, sokkal-sokkal több levegő képes egyszerre beáramolni, és hát ez bizony eléggé megterhelő, úgyhogy a tuba játékosnak az egyik legfőbb erénye, hogyha jó nagy levegőt tud venni. Talán itt a szimfonikus zenekarban az egyik kollégámnak van, vannak mindenféle tanulást és a zenetanulás segítő kis segédeszközök. Van neki egy ilyen kis lufia, amit hogyha fel tud fújni az ember, akkor kerek 6 liter a kapacitása. Hát ezt a lufit talán rajtam kívül nem is nagyon tudja felfújni senki a zenekarban. Tehát az ennék, hogy nagy levegő kell a tubához. Említettem még ezt a harmadik hangszert. Ez biztos látjátok, hogy ez azért kicsit máshogy néz ki, mint a többi. Tehát ennek is ugyanúgy megvan a töltsére, a hangtöltsére, itt van a fúvóka neki, itt a ventil szerkezet. De miért is más ez? Ez azért más, mert ezt a hangszert így használjuk. Tehát ezt a, ezt a hangszert ezt arra, arra fejlesztették ki, hogy a játékos tudjon menet közben állva, vagy akár sétálva, esetleg futva játszani a hangszerén. Miért szükséges ez? Azért szükséges, mert biztos hallottatok már fúvózenekarokat, esetleg katonazenekarokat, a katonazenekarok, hát azok ő, elég ritkán ülnek. A katonazenekarok általában hol szoktak játszani? Kint a szabadban, rendezvényeken. Hát a háborúkat azt most hagyjuk, de tulajdonképpen innen eredeztethető a katonazenekaroknak a, a jelenléte háborúkban, a, mi volt a katona a feladatuk? Az volt a feladatuk, hogy minél nagyobb hangzavart keltsenek, és ezáltal hát megfélemlítsék az ellenséget. És hogyha szerencséjük volt, akkor az ellenség megijedt és elszaladt. De ezt gyanítom, hogy ez kevés esetben fordult elő. Minden esetre így alakultak ki a katonazenekarok, és lényegében a katonazenekarokat olyan hangszerekkel kellett felruházni, amiket tudtak ugye menet közben is használni. És például a tubának ez a változata a helikon. Biztos ismertek más változatot is, aminek tehát ugyanígy az ember a nyakába veszi, csak a hangtölcsére, az a játékos feje fölött magasodik. Ezt egy amerikai Philip Sousa találta ki, ez csak annyiba különbözik, hogy egy picit más irányba néz a hangtölcsér. Tehát az ember feje fölé, ez ugye meg picit oldalt. Ennek is ugyanolyan hangja van, ennek a hangolása amúgy megegyezik ennek a nagyobb hangszerével, tehát ez is B hangolású. A Helikon is létezik F hangolású F Helikon, meg B hangolású Helikon. Ezt is megfújom kicsit, jó? hogy ennek is ugyanolyan a hangja van, csak mivel ö, más irányba néz, egy picit ö, máshogy szól, tehát más irányba. És ebben lehet menetelni. Jó, ez erre való. Tudjunk vele sétálgatni, fújás közben. Hát azt nem mondom, hogy ö, túlzottan vagy annyira nagyon kényelmes lenne, de ezeknek a hangszereknek a súlya, ö, ez a nagy hangszer 11 kiló. Ez a kisebb, talán olyan 9 körül lehet, és ö, szerintem az is egy olyan jó 10 kg, vagy akár még erősebb is súlyban. Hát ez bizony, ö, ö, rátermett embernek kell lenni, aki tubázásra adja a fejét, de hozzáteszem, hogy szőke kétszofos kislányt is láttam már tubázni, és ráadásul nagyon-nagyon szépen. Úgyhogy tehát ezek a hangszerek, a részfúvós hangszerek családjában a tuba a legnagyobb testű hangszer. Hogyha akartok villogni a haverotok előtt, hogy hát ti bizony tubáztok, és mekkora hangot tudtok fújni, akkor szeretettel ajánlom ezt a nagy hangszert. Amiről még szeretnék nektek beszélni, hogy, hogy miért is jó, hogyha az ember zenél. Tulajdonképpen a zenélés az ember magát is szórakoztatja, másokat is szórakoztat. Tulajdonképpen egy tök jó buli. Hogyha most elkezdtek zenét tanulni, van kedvetek hozzá, először is vegyétek fel a kapcsolatot közelben. Biztos, hogy vannak zeneiskolák, fúvó ahol meg lehet nézni ezeket a hangszereket. Meg persze nagy szeretettel ajánlom a szimfonikus zenekarunkat, ahol mindenféle korosztálynak mindenféle szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget nyújtunk. Hogyha valaki alapszinten elkezd zenélni, akkor nyilván egy kicsi gyerek az nem ezzel fogja kezdeni. Kicsi gyerek valószínűleg trombitálni fog, mivel egy kisgyerek körülbelül majdnem kilóra annyi, mint egy tuba, tehát valószínűleg nem fogja a tubát annyira könnyen kezelni. ha már egy picit nagyobbak vagytok, akkor akár tenorkültel is kezdhettek, de hogyha már elég nagyok, elég nagyok vagytok hozzá, akkor bizony tubával is kezdhettek zenélni. Szeretnék még egy picit játszani nektek. Nem is árulom el, hogy mi lesz ez nem mai mese, de talán, hát, talán még itt-ott felelhető, és láttátok, és hallottátok a zenéjét. Hogyha kitaláljátok, ez volt a Füles Mackónak a zenéje. Hogyha jól, jól emlékszem, ez egy ilyen kis pici báb mesesorozat volt. Esetleg még fújok egy-két magas hangot is. Mert tulajdonképpen a tuba nem csak mély hangok képzésére alkalmas, hanem magas hangokat is meg tudunk vele szólalt, szólaltatni. Lényegében, ahogy szoktuk mondani, be tudjuk járni a tubával a pincéttől kezdve a padlásig. Szeretnék még egy hangszert bemutatni nektek. Ez a hangszer csimbasszó névre hallgat, ami egy, ö, hát, mind a lódarás, a nem, nem, nem. Tehát ez olyan összvér hangszer a tubának és a harsonának ö, tulajdonképpen a keveréke, egy ventiles kontrabasszus harsona, mint már említettem a szerkezet. És ugye a harsona az nem ventilszerkezettel működik, hanem tolókával működik. Úgy változtatjuk a csőhozt. Ez viszont ventillel működik, és ventiles kontrabasszus harsona, ala és ennek sokkal ércesebb, sokkal-sokkal keményebb hangja van. Mindjárt meg is mutatom. biztos hallottátok, hogy sokkal keményebb a hangja, és ha szeretitek a filmeket, mert miért ne szeretnétek a filmeket, gyűrűk ura, gyűrűk hatalmas nagy csata jelenetek, ott, ahol mindenki megkifezül a másiknak, és nyilván a filmekben ezt a zeneszerzők a zenei aláfestéssel is szeretik illusztrálni, és amikor nagyon nagy véres nehéz jeleneteket láttok, akkor biztos vagyok benne, hogy hallhattok alatta ilyen efekteket. Mert tulajdonképpen ezek szinte nem is zenék, hanem lényegében efektek, amik le, lekövetik a, a vásznon lévő történéseket, és kicsit hangilag támasztják alá ezt az egészet. És van egy kis dallam, amit szeretnék nektek eljátszani. Biztos ezt is hallottátok ebben a filmben, a gyűrűk urában. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem élveztétek ezt a kis előadást, és ígérem, hogy a legközelebb itt lesztek, sokkal-sokkal többet fogunk fújni, és sokkal-sokkal több zenét fogunk, fogtok tőlünk hallani. És biztatlak benneteket, hogy gyertek el koncertjeinkre, mindenféle kvintettel, kisebb zenekar együttessel is hallhatok majd minket. Úgyhogy minden jót, köszönöm szépen a figyelmet!